Köszöntöm Önöket! Mai beszélgetésünk a Református Egyházközség előadás sorozatához, a kanizsai estékhez kötődik. Vendégem a legutóbbi előadó, dr. Tőkéczky László történész, egyetemi tanár. Üdvözlöm itt a stúdiónkban, professzor úr! Jó estét kívánok! Arra keressük majd a választ, hogy a kereszténységre épülő Európában vajon van-e kulturális, illetve másfajta veszélye a más vallású, más kultúrájú migránsok áradatának. De még mielőtt erre rátérnénk, beszéljünk arról, hogy hát ugye tavaly talán Orbán Viktor volt, magyar miniszterelnök volt az egyetlen olyan politikus Európában, aki kimerte azt mondani, vagy kimondta azt, hogy hát itt nem menekült áradatról van szó, hanem egy újkori népvándorlásról van szó. Milyen folyamatok eredménye lehet ez a nagyszámú, most már mondhatjuk talán azt, hogy milliós migrációs? Hát mindenfajta migrációs mozgásnak sok oka van, többnyire anyagi jellegű, de a mostani helyzet egy kicsit ennél bonyolultabb, mert nem tudjuk a valódi mozgatókat. Ugyanis azokról a területekről, ahonnan százezrével özönlenek most emberek Európába, ott korábban sem volt jó az élet és a helyzet. Tehát az, hogy most hirtelenjében egyszerre százezrek megmozdultak, az önmagában nagyon furcsa dolog. Rá lehetne kérdezni, hogy tulajdonképpen kik és mik okozták azt, hogy hirtelenjében most ez az egész dolog annyira elhatalmasodott, hogy gyakorlatilag ma már sokak szerint feltartóztathatatlan az, ami Európával történik e tekintetben. Tehát a migrációs dolgok azok a történetben mindig voltak, csak ezeket többnyire később a történészek megállapították, hogy miért indult el adott esetben például vízhiányból, adott esetben olyasfajta, hogy is mondjam, mondjuk termőföld pusztulásból és egyebekből, aminek következményeképpen egyszerűen a megélhetés szinte lehetetlenné vált. Na most itt nem erről van szó, hanem itt inkább, ha valamit komolyan és konkrétan vehetünk, nem véletlen, hogy az egész európai politikai kezdeményezés arra megy, hogy elválasszon egymástól a háborús menekülteket és a gazdasági menekülteket. Na most persze ez egy olyasfajta kérdés, hogy olyan emberek között különbséget tenni, akik adott esetben például nem rendelkeznek megfelelő papírokkal, nem tudják, hogy tulajdonképpen honnan is indultak el, és mi is igazából tulajdonképpen a céljuk, azon túl, hogy a többség egyszerűen jobban akar élni. És tulajdonképpen itt az igazi problémája és a veszedelme ennek az egész európai dolognak, mert bizonyos számú menekültet be lehet fogadni, de mi lesz utána? Tehát gyakorlatilag ma már Európában olyan mértékű a menekült áradat, hogy gyakorlatilag a leggazdagabb országok sem képesek tulajdonképpen elviselni ennek a költségét, ilyen Németország vagy például Svédország. Tehát magyarán egy olyasfajta helyzet keletkezett, amelynek nagyon nagy a robbanás veszélye, mert azon kívül, hogy itt szociális és materiális, financiális kiadások vannak, azon kívül igen jelentős kulturális különbségek is vannak, és azok a kulturális különbségek ugye nem véletlen mondjuk a kölni újévi botrány, de nem csak ott volt itt ilyen, hanem nagyon sok helyen máshol is. Ez oda vezethet, hogy egymásnak feszül az őslakosság és a bevándoroltak, és ez nagyon-nagyon veszedelmes. Van-e bármilyen analógia, hasonlóság a történelem folyamán bekövetkezett népvándorlások és a mostani között? Azért nincs igazán, mert a korábbi népvándorlások azok igazából jóval kisebb lélekszámú közösségeket mozgattak meg, ezen kívül pedig többnyire véges célokat maguk elé kitűző közösségeket mozgattak meg. Itt pedig egészen másról van szó, hiszen gyakorlatilag ma már tudjuk, hogy a bevándorlók, a mostani migránsok
olyasfajta igényeket fogalmaznak meg saját részükre, amelyeket igazából, hát idézőjelben nem lehet teljesíteni. Tehát nem lehet mindenkinek összkomfortos lakást adni, gépkocsit adni, munkahelyet adni, stb. Stb. Miközben a régi mozgások azok olyanok voltak, hogy az emberek egyszerűen kerestek például üres tájakat, vidékeket, ahol le tudtak telepedni, és ahol meg tudtak élni. Tehát az egy másféle világ volt, és másféle mozgás. A mostani dolog, ez azért veszedelmes, főleg, hogyha nem sikerül megállítani a vándorlást, mert gyakorlatilag egyszerűen, még egyszer, az előbb már említettem, egymásnak fog feszülni az őslakosság és a bevándoroltaknak a tömege. És ez egy nagyon-nagyon veszedelmes, robbanás veszélyes dolog. Na most, ha már így érintettük ezeket a kulturális és vallási különbségeket, amik ugye az őslakosok és a migránsok között van, most túl azon, hogy ugye most már a gócpontokban, a legveszélyesebb helyeken, ugye Párizsban is tudjuk, hogy folyamatos a rendőri katonai jelenlét, tehát a terror veszély mellett vannak-e kulturális, illetve vallási veszélyei ennek a majdnem, hogy megállíthatatlan migrációnak? Hát ennek éppen az a veszélye, hogy gyakorlatilag például nem véletlen, hogy mondjuk a nők szerepe ebben az összefüggésben például hihetetlenül megnő. Tehát az, hogy gyakorlatilag a muszlim világban a nők alárendelt szerepét, hogyha most megpróbálják áthozni például Európába, az nagyon-nagyon veszedelmes dolog lesz. De ugyanígy bizonyos más társadalmi csoportokkal kapcsolatban is a muszlim világ máshogyan tolerálja, illetve nem tolerálja azt, ami Európában teljesen természetes. Tehát magyarán ugye például az, hogy a nők hogyan öltözködnek, azt kihívásnak tekintik, miközben Európában az teljesen normális dolog, hogy mit tudom én, nyáron hiányos idézőjelben öltözetben vannak a nők, stb. Stb. Tehát magyarán ez egy olyasfajta helyzet, amely robbanás veszélyhez vezet, annál is inkább, mert a migránsoknak 75%-a tulajdonképpen fiatal férfi, 20-30-35 év közötti férfi, akiknek hát ugye teljesen nyilvánvaló, hogy problémát jelent az, hogy nincsenek partnereik. És a másik dolog, teljesen nyilvánvaló, hogy az is problémát jelent, ugye ez az utóbbi időbe vetődött fel, hogy a családegyesítés most már a nyugatiak sem akarják. Tehát akik a bevándorlást támogatják, már nem támogatják azt, hogy adott esetben mondjuk egy fiatal 25-30 év közötti férfi hozza maga után az 5-6 vagy 7 tagú családját például. Márpedig ugye ez teljesen úgymond humanista megoldás lenne, csak hát itt nem véletlen, hogy ettől nőtt millió számra a Nyugat-Európában élő muszlim közösségeknek a száma. Tehát az, hogy a törökök, akik kezdetben kevesen jöttek a nyugatnémet iparnak a segédmunkásaiként, későbbiekben hozhatták magukkal a családjukat, és ma már több mint 7-8 millió török él például Németországban, és ugyanezt lehet elmondani más tekintetben is. Tehát ezek hihetetlenül kemény, hogy is mondjam, következményekkel járó folyamatok. Erre felvetésül egyébként az én szubjektív véleményem az, de hát hiszen a törvény ereje meg kell, hogy szabja ezeket a dolgokat, amiket ön említett, hogy ugye Európában például a nők úgy öltözködnek, ahogy akarnak, és nyáron például hiányos öltözetben. Na most én azt gondolom, és ez tényleg az én szubjektív véleményem, hogy ha én elmegyek bármelyik másik országba, akkor nyilván igyekszem alkalmazkodni az ottani körülményekhez, illetve az ottani törvényeket kell nekem betartanom. Nem? Tehát ez... Kedves szerkesztő úr, éppen az a probléma, hogy az iszlám máshogyan viszonyul az emberi életnek ilyen aspektusra rész, mint a férfi-nő viszony. De nem csak a férfi-nő viszony, hanem adott esetben például a vallás közi viszony. Tehát nem véletlen,
hogy az a Konrád György, aki soha nem kedvelte Orbán Viktort, az az utóbbi időben kiállt Orbán Viktor mellett például, mert pontosan tudja, hogyha az iszlám előzönli például Európát, akkor az európai zsidóságnak annyiban, bocsánat a kifejezésért, és ugyanez vonatkozik a női jogokra is, hogy a női jogok akkor az asztal alá, meg az ágy alá kerülnek. Tehát itt ezek olyasfajta kérdések, amelyek idézőjelben többszörösen felvetik azt, hogy hogyan lehet együtt élni, és az együttélésnek milyen követelményei vannak. Na most a másik dolog, amit pedig felvetett, amit az előbb mondott, hogy lehet az, hogy tényleg a fiatal életerős férfiak jönnek. Ezzel mi is találkoztunk Nagykanizsán, Zákányból sétáltak be, az 18 vagy 20 kilométerre van innen, és besétáltak egész egyszerűen egy fél nap alatt több mint 1000 férfi ember. Én nőt nem nagyon láttam köztük, pedig a megérkezésüket láttam, illetve jártam Zákányban is, ahol folyamatosan a horvát hatóságok hordták a migránsokat. Én nagyon kevés nőt és gyermeket láttam közöttük. Most arra gondolok, hogyha én ne adja Isten, itt esetleg háború kitör, biztos vagyok benne, hogy a lányomat menteném meg először, és vinném, vagy küldeném. Tehát nem én mennék, hanem őt próbálnám menteni. Ez is másképp működik önálluk? Máshogy működik, és pedig éppen azért működik máshogyan, mert ugye ennek a kérdésnek a megoldását mindenki tudja Európában, hogy az lenne a jó megoldás, ha a saját eredeti hazájukba lehetne békét teremteni, és ezzel megakadályozni azt, hogy eljöjjenek onnan. Igen ám, csak közben ugye itt az a felelőtlenség, hogy ezek az emberek idézőjelben otthon nem teremtenek békét, hanem folyamatosan újra és újra kiújuló konfliktusokat hoznak, és ez az, amivel egyszerűen Európa nem tud mit kezdeni, mert gyakorlatilag az európaiak adhatnak pénzt, ugye most itt Törökországgal nagy viták vannak, hogy most elég-e 3 milliárd euró, vagy még több kell, meg egyáltalán, de hát gyakorlatilag ez nem pénzkérdés, hanem ez gyakorlatilag annak a kérdése, hogy egy társadalom képes-e önmagába, saját honfitársai között békébe élni. És itt most nem csak Szíriáról van szó, ahol három részre szakadt az ország, és egyszerűen folyamatosan megy az egymásnak az üldözése és lelövüldözése. Hát meg ott azért nagyhatalmi érdekek is vannak. Na jó, hát éppen ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag sajnálatos módon az európai nagyhatalmak ugyanúgy, mint az amerikaiak, sőt most már ugye az oroszok is beavatkoztak Szíriába, ezek idézőjelben, mintha nem a békét akarnák, hanem mindenki a saját érdekét akarja érvényesíteni, és ennek következtében nincsen béke. Na most a másik dolog pontosan itt a nagyhatalmak kapcsán, hogy lesz-e olyan közös európai, akár politikai, inkább politikai legyen, mint katonai megoldás, ami közös. Ugye épp Orbán Viktor javasolta azt az Európai Parlamentben, hogy ezt a migráns áradatot, ezt nem Horvátországnál, nem a magyar határnál kellene megállítani, hanem már Görögországban, és ott kellene egységes fellépést. Na most ehhez képest az európai vezetők ezzel nem értettek egyet, és inkább kitalálták ezt a migráns kvótát, vagy ezt a befogadási kvótát, ami meg aztán a visegrádi négyeknek sem tetszik, meg többeknek sem tetszik. Lesz-e egy olyan közös európai megoldás, ami mindenkinek jó lehet? Jó, hát nézze, a befogadási kvóta az abszolút inhumánus. Hiába humanistának nevezik. Ez egyszerűen azért inhumánus, mert végül is kimondhatja meg egy embernek, hogy ő hol, melyik országba lakjon. Mindenki Németországba akar menni, meg Svédországba akar menni, és akkor most hogy lehet majd azt mondani valakinek, hogy tessék, menjen Romániába, vagy menjen, hogy is mondjam, Portugáliába. Tehát ugye itt önmagába mutatja ennek az egésznek a problematikáját. Most az igazi kérdés az ugye Németországból indult el. Tehát Angela Merkel egy óriási hibát vétett, ami persze érthető a német gazdaság állapotából. Tehát, hogy gyakorlatilag Németországban olyan kevés gyerek születik,
1,16 század mindössze az egy nőre eső gyermek létszám, és egyszerűen fogy a munkaerő, és gyakorlatilag a bevándorlást úgy képzelték, hogy majd jönnek ezek a harmadik világbeli országok emberei, és akkor majd ugyanazt a teljesítményt fogják csinálni, ugyanazt a teljesítményt fogják nyújtani, mint hogy is mondjam, a német munkaerő, de hát nem fogják ugyanezt mutatni, hanem igazi probléma ugye, hogy eleve nincs nyelvtudásuk, nincs megfelelő szaktudásuk, nincs emberi kapcsolati tőkéjük. Tehát gyakorlatilag olyan alapvető hiányosságokkal rendelkeznek, aminek következtében megint csak egymás közötti feszültségek fognak kialakulni, és nem fogják tudni megoldani Németország gazdasági munkaerőbeli problémáit. Most ugye többnyire Németországról beszélgettünk, de hát egész Európát sújtja ez a probléma, sőt, hát ugye azért beszélünk Németországról, mert hogyha a német gazdaság ebbe beleroppan, akkor nagyjából az egész Európai Unió megrokkan, de lesz-e egy olyan közös európai megoldás, ami mindenkinek jó, vagy a templomaink mellé mecseteket fogunk építeni? Hát nézze, olyan közös európai megoldás, amiről mindenki azt mondja, hogy közös európai megoldás kell, olyan nem lesz. Egyszerűen azért nem lesz, mert teljesen más érdekek fűződnek ehhez, ahhoz, amahoz. Ugye emlékszik rá, hogy Feynman, az osztrák kancellár még nem olyan régen Magyarországot meglehetősen durván támadta, és most ő az, aki például bevezeti majd a napi kvótát, hogy kit engednek be, és egyáltalán. Ez nem véletlen, hiszen Ausztriában rájöttek arra, hogy nem lehet mindenkit befogadni. És ugyanez van most már Németországban is, meg Svédországban is. Tehát gyakorlatilag ezek a kérdések nem olyanok, hogy idézőjelbe most itt emberileg viszonyuljunk a dologhoz. Azért nem, mert gyakorlatilag ugye például egy 8 tagú családot ki fog eltartani? Ki fog nekik lakást biztosítani? Ki ad nekik, hogy is mondjam, megfelelő ellátást? Ezek milliárdokat jelentenek, és ezeket valakiknek meg kell termelni, és itt jön megint a konfliktusosságnak sajnos a veszélye, hogy valakinek állnia kellene tulajdonképpen ezt a számlát, és nem fogják tudni állni az európaiak, mert például Magyarország, hát nem véletlen, hát Magyarországon is még a jelenlegi csökkenő munkanélküliség mellett is kb. 300 ezer munkanélküli van. Őket is el kell tartani, és ugyanez vonatkozik más országokra is. Csak hát persze sajnos az igaz, nem olyan régen Kövér Lászlóval beszélgettem erről, hogy ugye hát miért nem az lenne az európai megoldás, hogyha ugye az Európában lévő több százezres fiatal munkanélküli férfit és nőt állítanák be tulajdonképpen az iparba és a termelő ágazatokba, és a Laci azt mondta, hogy ez tulajdonképpen nagyon jó ötlet, mindenkinek eszébe jutott már, csak egy probléma van, hogy az európai fiatalok nem akarnak tulajdonképpen dolgozni annyiért és úgy, ahogy ugye elvárják majd, hogy ez a harmadik világbeli migráns... Ők fognak dolgozni? Tehát ezek afgán emberek, vagy éppen a Kenyából érkezők, ez az, ami nem fog menni, mert ugye most derült ki ugye két nagy felmérésből, hogy Ausztriában minden tizedik, tehát 10%-a a migránsoknak tudott elhelyezkedni a munkaerőpiacon, Németországban minden negyedik, tehát 25%. A többieknek nincs munkahelyük, és nincs, hogy is mondjam, megélhetésük, és nincs tulajdonképpen bekapcsolódásuk sem a világba. Tehát magyarán itt az igazi probléma tulajdonképpen az, hogy rengeteg illúzió van a tekintetben, ez a liberális illúzió, miszerint, hogy az emberek egyformák, és majd, hogy is mondjam, szépen lassan-lassan integrálódnak. De hát ha belegondolunk abba, hogy a párizsi, hogy is mondjam, terrortámadásban résztvevők, azok már harmadik generációs, vagyis mondjam, franciák, és nem integrálódtak.
akkor igen, mire gondolunk, hogy majd öt év alatt például a mostaniak azok megintegrálódni fognak. Tehát magyarán ezek alapvetően tévedésen alapuló ügyek. Még egy utolsó kérdés, és akár lehet személyes véleménye is, hogy ez a migráns áradat, én több, nálam sokkal okosabb emberrel beszélgettem, politikusokkal is, akik azt mondták, hogy ez már nem megállítható. Ön szerint megállítható? Megállítható. Hogyan? Ez nagyon egyszerű, nézze úgy, hogy a görögöket most megfenyegették, hogyha nem akarnak kiesni a Schengeni övezetből, akkor meg kell erősíteni a külső határaikat, mert tulajdonképpen ez kötelező is lenne nekik, mert tulajdonképpen azért vannak benne a Schengeni övezetben. Ha ott nem engedik be ezeket az embereket, előbb-utóbb vissza kell fordulni. Sőt, már még a németek is arról beszélnek, hogy haza fognak toloncolni egy nagy csomó embert. Mint ahogy haza is toloncolták például a koszovói albánokat. Igen. Tehát itt csak egy probléma van, ugye ezen nevetett mindenki, amikor ez a hír eljött, hogy a migránsoknak a 75%-a január 1-én született, ugye, és akkor gyakorlatilag, ugye, hogy lehet az, hogy mindenki január 1-én születik, hol van az a papír, hogy meg lehet állapítani, hogy hova kell visszatoloncolni az illetőt, mert ez már egy másik olyan kérdés, ami megint nagy feladat és óriási költség. Tehát maga az egész kérdéskör olyan bonyolult, hogy tulajdonképpen azok, akik megcsinálták ezt a problémát azzal, hogy idehívták a bevándorlókat, azoknak most újabb költségük lesz, de ez aztán már tényleg, hogy is mondjam, teljesen felesleges, mert vissza kell őket vinni valahová, és nem marad helyette semmi. Tehát érti, maga az egész kérdéskör itt jelen pillanatban szinte, hogy is mondjam, megoldhatatlanak látszik, ugyanakkor viszont az a véleményem, hogyha keményen az európaiak fellépnek a külső határok védelmébe, akkor kész. Nem lehet bejönni, mert az, hogy most ma a magyar déli határokat kezdik ugye átszaggatni, meg mit tudom én, most már 90 és 100 között van ugye azoknak a száma, akik bejönnek, és kifejezetten mind gazdasági menekült, mert Marokkóban nincs háború, Algériában nincs háború. Igen. Tehát, hogy is mondjam, maga az egész kérdés jól mutatja, hogy itt egy olyan helyzet keletkezett, amelyik megint ugye a konfliktusok felé mutat. Tehát itt már harmadszor vagy negyedszer mondok olyasmit, amiből az derül ki, hogy bizony nagyon előfordulhat, hogy helyi kisebb vagy nagyobb konfliktus fog előfordulni, hiszen tömegekről van szó, és adott esetben fiatal férfiak, akik valószínűleg kiképzettek is adott esetben például az iszlám állam által, vagy bármely más iszlám, hogy is mondjam, szervezet által. Tehát ezek veszedelmes ügyek, és jó lenne minél hamarabb lezárni ezeket, és túl lenni rajta, mert jelen pillanatban ezek éleződnek, és mennél nagyobb a tömeg, annál inkább éleződnek. Professzor úr, nagyon köszönöm a beszélgetést, azt is, hogy befáradt hozzánk. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, viszontlátásra!